Köszöntöm a Kultúrzug nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban Gyurica Pétert, újságírót, egyetemi oktatót, 25 könyv szerzőjét, aki már járt a Zugló TV-ben is, mert hogy például egy zuglói szerzőtársal is dolgoztál együtt annak idején, és most egy új könyvvel jelentél meg, ami nagyon úgy néz ki, hogy nagy hírverést kapott a médiában, és úgy látszik, hogy nagy érdeklődésre tart számot, mégpedig a Györfi könyved, és tulajdonképpen én azért szeretnék veled erről beszélgetni, mert azt hiszem, nem csak egy hiánypótló mű, hanem valahogy egy értékorientáció is ez a könyv, abból a szempontból, hogy manapság a magyar rádiózásnak az imázsa, az értéke, a helye nagyon megváltozott ahhoz képest, mint ami mondjuk 10-12 évvel ezelőtt volt. És erről te is tudsz azért beszélni, hisz a rádióban. Igen, a rádióban kezdted ugye Szolnokon, de utána a Kossuth Rádióban folytattad. Onnan van Miklóssal is a kapcsolat, amikor 1992-ben felkerültem Szolnokról a Krónikához, és akkor ott személyes kapcsolatba kerültünk. Köszöntöm persze a nézőket, jó napot kívánok! Ez a kapcsolat hogy indult? Mert ő azért nem volt egy könnyű személyiség, hogy úgy mondjam, egy kicsit olyan... Abszolút munkakapcsolat volt. Aha. Munkakapcsolat volt. Egyszer csörgött a telefonom, fölhívott a második emeletre, ugye egy ilyen misztikus hely volt, ahol a 168 óra gazdasági rovat, gondolatjel szerkesztősége működött. És oda feljutni az nagy dolog volt. Igen. Szóval amikor a Mester Ákos először mondta, hogy gyere hétfői értekezletre, az áttörés volt. És amikor a Györfi egyszer fölhívott, és megkérdezte, hogy Kunt Ernő tanatológussal, aki Miskolcon él, készítenék egy interjút, ugye hát el kell utazni Miskolcra, de hát ez a legnagyobb boldogság volt. Tehát én hogy sikerült nekem... az interjú? Elégedett jó, volt vele? Hát én nem tudtam akkor, hogy mi az a tanatológia. Tehát avasd be a hallgatókat, nézőket! A halott kultusz kultúrája és tudománya. Tehát tudományosan, Polc Allen szintén tanatológus volt, tehát ő a másik híres tanatológus. Így van. És akkor én elmentem, beszélgettem ezzel az emberrel egy isteni jót, mert hát nyilván azért a Györfi értékét, tehát ő tudta, hogy kihez küld el. Jó emberhez küldött, jót beszélgettünk, a gondolatjelben lement, aztán rendszeresen dolgoztam már a 168 órában is, és innentől kezdve a Miklóssal ez egy személyes kapcsolat volt, semmi több. Tehát hallottam a harsány hangját az első emeleten a külpolitikai szerkesztőség előszobájában, a titkárnő nagyon jó kávét főzött, és az egy gyülekezési hely volt, találkozási hely, és hát a folyosó másik végén, ahol a Krónika volt, már onnan lehetett hallani, ezt hogy a mi időmögő hangot. Így van, ott van, és éppen kicid, és éppen miért általában mindig. Magasra tette mindig valaki a lécet, ugye? Hát igen, mert a Miklóst különösen, ha mondjuk egy szóval kellene jellemezni, akkor a műveltségét, a humán műveltségét, az olvasottságát emelném ki. Tehát egy hallatlan olvasott, hallatlan nagy tudású ember volt, filozófia szakot végzett, szociológia szakot végzett, akkor, amikor ezek a tudományok bejöttek a magyar társadalomba, és a médiában is lehetett szociológusokat megszólaltatni. Tehát azt szoktam mondani, hogy a Miklós ebből a szempontból rendkívül szerencsés időszakban volt jó helyen, mert együtt tanult ezekkel az emberekkel, Jancsó Miklóssal, Szabó Istvánnal, a Gulyás testvérekkel, Hernádi Gyulával. És hozta maga kapcsolatait a rádióba. Így van, a Glac Ferenccel, az Ötvös Kollégiumban voltak iskolatársak, tehát rengeteg olyan emberrel került alanyi jogon vagy módon kapcsolatba, akikre ma azt mondjuk, hogy fú, azt a mindenit, ezek azért kiváló, szellemi kiválóságok. De a Miklós is egy ilyen szellemi kiválóság volt, csak ő nem a tudományos munka, akik megírják, akik összefoglaló munkákat készítenek, mint mondjuk a Glac Ferenc,
hanem ő a kíváncsi újságíró maradt, aki ezeket az embereket, vagy ezeknek az embereknek a különleges szakmai gondolatait tudta becsatornázni a médiába, a rádióba, és ehhez meg is voltak a műsorok, a Gondolatjel, a Bagoly, a 168 Igen. óra, ezek voltak azok a területek, ahol a Miklós igazán maradandót alkotott, mert hát azt, hogy a Krónikában kezdte ő is, de hát az szerintem mindenkinek jót tesz, hogyha egy hírműsorban elkezd dolgozni, csak hát nem tudta, mi az a hírműsor. Bölcs Pista bácsi hívta őt dolgozni. Bölcs Pista, akitől most búcsúzunk el, igen. Ő hívta, és mondta, hogy Miklós, a Krónikánál van hely a rádióban. És azt mondja, de hát oda én, hát engem nem érdekel. Igen, és akkor ő a Bölcs, nagy elvek embere volt. Azt igen, mondta, hogy Miklós, egy kis türelem, egy-két évig csináld ezt, és hidd el, hogy utána te azt csinálsz a Magyar Rádióban, amit akarsz. És hát így és is És így van. Megtanulta a szakma minden csinyát. Miért választottad őt a legújabb könyvet témájául? Hát egyrészt azért, mert nagyon becsültem, személyes elfogultságból, tehát például a Kodolányira ő hívott engem, amikor egzisztenciális bajban voltam, akkor is sok nem után ő hívott fel egy igennel, hogy menjek az egyetemre. Tanítottam én ott már óraadóként, de hogy ez egzisztenciát is és ad. És még mindig tanítasz. Státusz, igen. És hát egyszer ő állt elém, hogy hát tudod, Péter, az egyetem az egy olyan hely, ahol tudományos munka, és hát kellene egy tudományos fokozatát. Én sose gondoltam, hogy 50 éves koromban neki fogok látni, és mondhatnám, hogy Györfi Miklós kedvéért ledoktoráltam. Ó, gratulálunk akkor. Igen. De ott voltam például az ő doktori védésé, mert ő se gondolta, hogy neki erre szükség lenne, mint ahogy magát a címet nem is használja, hogy én se nagyon használom. Mondják, egy helyen jó az orvosi rendelőben, amikor beadja az ember a papírja. Jó, doktor úr, reménykednek az emberek, de hogy egy doktorral általában több. Megkérdezik, hogy milyen doktor vagy. És akkor csalódás, hogy csak végről. Igen, igen. És ugye te, mint aki a média csatatér egy uh-huh. és második kötetét is megírtad, jó Igen. kis vaskos kötet, te aztán igazán otthonosan mozogsz a média világában. Most milyen rálátásod van a média helyzetére? Hát semmit nem javult, de legalább romlott. Épp ezt akartam hozzátenni. De akkor maradjunk hűek a Miklóshoz, tehát ő egész életében közszolgálati szemléletű volt, és azt hiszem én is. Tehát én amikor a kereskedelmi tévében, a TV2-ben dolgoztam, akkor is közszolgálati aggyal működtem. Tehát én nekem nem voltak reklámos ismerőseim, meg nem tudom, én műsorkészítésben abban talán jó voltam, azt nagyon szerettem csinálni, de ezt a De akkor most drámaként éled meg ezeket a napokat, amikor a közszolgálatiságról jót vagy semmit? Hát szomorú a helyzet. Nagyon szomorú. Hát jó, mire akkor elpletykálom. Számra nagy tiszteletet ébresztett, hogy a Gondolatjel, amit a Bölcs Pista, a Szénási, a Györfi, Várady Üli kezdett el, és a mai napig van ilyen című műsor a Magyar Rádióban, nyilván már más tematikával, onnan fölkértek és beszélgettek velem a Györfiről. Na. Majd az adás előtt egy nappal kaptam egy SMS-t, hogy hát azért nem olyan kerek a világ. Nem mondod. Egy csatornaigazgató személyesen vágatta ki a nyitóanyagot a Gondolatjel december 18-i adásából, hogy engem nem szível, vagy a Miklóst, vagy kettőnket együtt, ez nyilván sose fog kiderülni. Valami rosszat mondtál. De ilyen ma a közszolgálat, tehát csak ezt tudom mondani.
hogy nem lehet elmondani, hogy a Györffy Miklós ki volt, hogy hogy nőtt föl, hogy szívta aki magába. Aki ikonikus alakja a Kossuth Rádió, a igen, rádiónak, igen, a közszolgálatiságnak. Aki annak idején a 70-es évektől a cenzúra ellen küzdött a Magyar Rádióban Hárs István elnökkel, meg nem tudom én ki mindenkivel, akikkel kellett. Akkor meg is van a magyarázat. Kellett. Lehet, hogy a szerkesztők, amikor kitalálták, hogy veled interjút készítenek, nem is tudták, hogy igazából kiről fognak beszélni. Én ezt megkérdeztem. Ennyire már vagyok rutinos. Igen? Igen, nem lesz ebből baj. Nem. Sőt, még a gondolati a régi szignálját is beleszerkesztették a beszélgetésbe, ennyire tudatos volt a dolog. Hát most van egy halvány ígéret, hogy a gondolatjelnek valami születésnapja lesz, és majd oda elteszik, és majd akkor, hát ez a hiszem, ha látom, illetve hát ha hallom. De szóval ez azért csepp a tengerben, és bemutatja, hogy milyen állapotban van ma a közszolgálat. Tehát a közszolgálatban vagy tőlem, vagy a Györffy Miklóstól 2021-ben félni kell, és ezért elő kell venni a cenzurális ollót. Hogy... Hát figyelj, ahol az meg előfordulhat, hogy a tanár tüntetésekről, a diák tüntetésekről nem adnak hírt, ha nem is a rádióban, de a közszolgálatban. Én igen, a rádiót nem is, nem igazán követem, én nem is szeretem de... már ezt a szót, mert kiüresítették. Tehát tudok példákat mondani, hogy hol van közszolgálat, vagy hol működő, vannak közszolgálati tartalmak. Uh-huh. De abban az intézményben, ami évi 130 milliárd forintot kap, a legkevesebb jut ebből. Újra meg kellene tölteni tartalommal ezt hát a igen, közszolgálatiságot, igen, és igen. Szerintem minden jó érzésű újságíró. Igen. Na és például ebből a szempontból is a Miklósról érdemes megemlékezni, mert ő egy megáltalkodott közszolgálati ember volt. Őt nem érdekelte egyik hatalom se. Se az MDF-es hatalom, se az MSZP. Sőt, jobb a konfliktusa is volt. Sok konfliktusa is volt, de mindenki szóba állt vele. Tehát más nem mondjak, nyilván ma már más lenne a viszony, ha még élne, de azokat, akik ma hatalmon vannak, valamikor ő engedte először mikrofonhoz a Magyar Rádióban. Az objektivitás jegyében? Mert be kellett őket, ők voltak az új szél, igen, az új gondolat, igen, és igen. Hát annak idején a magam is emlékszem, hogyha kristálytiszta gondolkodású fiatalokat, és nem 60 éves izéket, politikai bizottsági tagokat akart az ember megszólaltatni, akkor a fideszeseket hívta fel. Mennyire volt ő humoros ember? Nehéz elképzelni róla. Szellemes ember volt a Miklós. Szerette a humort, és szabadszájú volt. De ez a szabadszájúság nem valamiféle öncélú trágárkodásban öltött testet. De azért testet, hallani azt is, hogy... De hát ilyen értelemben szókimondó volt. Uh-huh. Van, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy szinte irodalmi szintre volt ez emelte a trágárság. Azt a... Én ezt nem mondom, hogy trágár. Uh-huh. Nem, a Miklós nem volt trágár. Igen, lehet, hogy a káromkodás finomabb kifejezés a szabad szájúnál, szerintem ez jó. És hogy ez mennyire a természetéhez tartozott, ugye említettem, hogy ott voltam a doktori védésén, ugyanebben a hangnemben, ugyanezekkel a szavakkal, ezekkel a keresetlen szavakkal válaszolt az ottani nem tudom, professzorok kérdésére. Most végül egy kicsit elkanyarodnék utolsó kérdésként ettől a témától. Mit tudunk a viszkisünkről? Ugye te írtad meg róla a nagy-nagy könyvet, és szerintem ugye készült belőle van, film. Úgy Ambrus Attila. Hát én amióta a könyvet elkészítettük, azóta nem találkoztam vele. Uh-huh. Látom, hogy a médiában megtalálta a helyét, és ami ritka. Ezt hogy érted, hogy a médiában megtalálta a helyét? Hát, hogy hívják mindenféle műsorokba. Ja, tehát a külföldre kell utad, vagy kalandtúrára kell menni, uh-huh, akkor szívesen viszik őt, mert ő is egy jó alkat. Egy jó alkat. És hát rendes családapa, Bubánatvölgyben van egy nagyon szép háza, ott jártam, van azt hiszem most már talán két gyermeke, felesége, tehát... Egy lehikat középpolgár. Igen. Betört középpolgár. Igen, azt hiszem.
Gyurica Péter, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a stúdióba. Kívánunk sok-sok új könyvet Ó, még. köszönöm szépen, és a lehetőséget is köszönöm.